Újdonságok, fejlesztések a Csornai Hunyadi János Technikumban. Az eszközbeszerzés mellett sikerült megépíteni egy szabadtéri edzőpályát. Új igazgatóhelyettesek is segítik Kovács Istvánné igazgató munkáját. Szeptember 19-én az Erasmus program keretén belül 30 diák, 4 kísérő tanár és 6 oktató utazik Görögországba 16 napra szakmai gyakorlatra. Jelenleg nappali tagozaton közel 500 diák tanul a Csornai Hunyadiban. Nyári időszakban azért a tanév végén sikerült gyarapodnunk jó néhány eszközzel. Első körben megépült és hát a tanév végén vették a diákok birtokba egy szabadtéri edzőpályát, ami elsősorban a rendvédelmi képzésben résztvevő diákjainknak. Tanév végére a tornaterem felújítása, igazából ez a padlócserét jelentette, az is megtörtént, illetve a belügyminisztériumtól kaptunk a rendvédelmi képzéshez egy interaktív táblát, illetve oktató tablókat, és hát az idei évben még folytatódik majd egyéb eszközöknek az szállítása is, illetve a tankönyveket is megkaptuk, ami a belügyminisztérium támogatásával történt. Ami nagy változás volt az iskolánkban a tanév végén, 3 kollégánk nyugdíjba ment, közülük 2 igazgató helyettes, úgyhogy gondoskodnunk kellett arról, hogy ki tud az ő helyükbe lépni. Úgyhogy itt 2 új igazgató helyettessel kezdtük meg igazából augusztustól vagy júliustól a tanévet. Licskai Angéla igazgató helyettes, aki az előző évek alatt gyakorlati oktatás vezető volt, most ő lett a szakmai igazgató helyettes, illetve Pál Melinda tanárnő, aki a közismereti igazgató helyettes lett, hogy már jó keményen benne vannak az évelei munkában és feladatokban. Ami még fontos volt, hogy közben megalakult a Soproni Szakképzési Centrumnak a vizsgaközpontja, és avval kapcsolatosan voltak feladataink, és éppen most zajlik a DAJKA képzésünknek a vizsgája. 12 képzésben résztvevő fog most erről számot adni. Ami még nagyon fontos volt a nyár folyamán, és nagyon sokat dolgoztak vele a kollégáim, elkészült a minőségirányítási rendszernek a kézikönyve, ami jó 260 oldalas dokumentum, és szeptember 1-től ez már életbe lépett, olyannyira, hogy az oktatói értékeléssel fog kezdődni ez a munkafolyamat. És ami meg nagyon fontos volt, rá kellett készülnünk arra Erasmus Plus programra, ami jövő héten kezdődik, szeptember 19-én 16 napra fog Görögországba szakmai gyakorlatra utazni 30 diákunk, 3 kísérő tanár, illetve 6 oktató, akik a szakmai képzések tanulmányozását fogják végezni ez alatt az idő alatt. Az új tanévben milyen szakokkal tudtak elindulni? Hát a hagyományos technikumi, illetve 2 technikumi és 1 szakgimnáziumi képzésünkkel, ugye a rendészeti technikum, a vállalkozási ügyviteli ügyintéző és hát a pedagógia. Hát a pedagógia szakgimnáziumként utoljára indul az intézményünkben. A következő tanévtől ez már technikumként fog indulni, és ugyanúgy akkor 5 éves lesz, ugyanúgy ösztöndíjat kapnak a diákok, tehát hasonló lesz már a felépítése, mint a technikumnak. Maximális létszámokkal indultunk. Úgyhogy a 3 osztályunkban 96 tanuló kezdte meg a 9. évfolyamot. Egyébként az iskolánk létszáma jelenleg 430 körül van, és ezek a nappali képzésen tanuló diákokat jelenti. Ami nagyon nagy öröm számunkra, hogy az 5-éveseink elég sokan vannak. A rendvédelmisek 21-en maradtak itt a 28 tanulóból, akik úgy gondolták, hogy még megszerzik a 2. szakképesítésüket, és közben ezt az 1 évet kihasználva vagy megismétlik valamelyik érettségéjüket, vagy emelt szinten érettségiznek, vagy nyelvvizsgát szeretnének tenni, hogy a felsőfokú továbbtanulásuk az jövőre még könnyebben megtörténhessen. És aki most végez a Hunyadi Technikumban, ott mi a kimenetel? Tehát 23-ban milyen végzettséget szereznek a diákok, akik ugye végeznek itt? Hát ugye ők még a régi OK és szakgimnáziumi rendszernek az 5-éveseik. Tehát nekik nem kötelező itt maradni, ugye tavaly, illetve hát a tanév végén leérettségiztek mind az 5 érettségi tárgyból, és számukra az a választási lehetőség volt, hogy itt maradnak ezen a közszolgálati ügyintézők képzésen, vagy tovább tanulnak,
bárhol, vagy esetleg munkában, hiszen nekik már van egy mellékszakképesítésük, és ez ugyanígy igaz a ügyviteli tagozaton, ők irodai titkárok lesznek, illetve a pedagógiások pedig gyógypedagógiai segítő munkatársak lesznek, úgyhogy ők itt maradtak még, tehát nekik nem kötelező. A technikumi képzésben ugye már kötelező lesz az 5 év végig, hát ők majd egy kicsit később, majd 25-re végeznek. És a rendvédelmisek, azok tovább mennek, el tudtak helyezkedni, vagy mi a nemzet? Hát elég sokan itt maradtak, akik tovább tanultak, azok közül volt, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanult tovább, volt, aki katonának állt, volt, aki egészen más pályát gondolt magának, és volt, aki hát kiment dolgozni Ausztriába. Itt az új tanévben fiatal tanárokat sikerült-e, vagy éppen nyugdíjas tanárokat behívni? Na hát ezen a területen is nagy-nagy változások történtek, tehát 3 kollégánk elment nyugdíjba, ők egyébként nagyon szerettek itt tanítani, vagy szeretnek itt tanítani, hiszen nyugdíj mellett tudjuk őket azért még tovább foglalkoztatni. A Világosné Rozsonyi Cserikói pedagógiát, a végzősöket tanítja, még azért kiviszi őket. A Horváth Nislakker Gabriella az ügyviteleseket, ugyanígy gépírás, titkári ismeretekből még azért segíti, hogy az érettségiük és a szakmai vizsgájuk jól sikerüljön. A Szevücsnélő Katalin pedig magyarban segít ki bennünket, hiszen nem csak azért van hiányunk, vagy volt hiányunk magyar szakos kollégából, hiszen Pál Melinda kolléganő magyar tanított, hanem elment tőlünk egy oktatónk, aki magyar testnevelés szakos volt, és azért a magyar órák pótlása az kicsit nehezebben ment, de van egy fiatal kezdő kollégánk, aki jelenleg még félállásban tanít nálunk magyart, mert közben még Pécsi Egyetemen vannak tanulmányai, most doktori képzésre jár. Új kollégánk szintén, aki tavaly egész éven át nálunk volt szakmai gyakorlat, illetve gyakornokként, ő testnevelés, gyógytestnevelés szakos kolléga, úgyhogy vele tudtuk a távozott kollégát pótolni, illetve pedagógiára is tudtunk, ugyanúgy volt hunyadis diákot felvenni, oktatni, úgyhogy ő végigjárta ugyancsak a képzésnek a különböző szakaszai, hogy mint régi új hunyad is jött vissza hozzánk tanítani, és hát óraadók is vannak, elsősorban azért a szakmai, 5. éves szakmai tárgyak oktatásánál van angolosunk, aki az 5. éveseknek a szakmai nyelvét, szakmai nyelvoktatásába segít be, illetve hát ugyanúgy megvannak a rendőrségtől a szakmai oktatók. Elsősorban ugye új tantárgyként van a technikumi képzésben ilyen a speciális testnevelés, a lövészet az 11. évfolyamtól kezdődött a diákok számára, alaki kiképzés van a 9-10. Évfolyamosoknál, és amiért ez nagyon fontos, hiszen a tanév végén a 10. évfolyamosok ugye alapvizsgát kellett, hogy tegyenek, ágazati alapvizsgát, a rendvédelmisek, illetve a vállalkozási ügyviteli ügyintézők tettek, és mind a 2 évfolyamról elmondhatjuk, hogy maximálisan, nagyon ügyesen, 80% fölött teljesítettek átlagban ezeken a gyakorlati és elméleti vizsgákon is a diákok. Őszi programok a jelenléti oktatás mellett milyen diákprogramokat tudnak össze megtartani? Hát reméljük, hogy amit eltervezünk, az minden meg tud valósulni. Hát kezdtünk augusztus végén egy gólyatáborral, ami nagyon jól sikerült, nem is tudom, hogy voltak ennyien kis gólyák, akik szerettek itt lenni a gólyatáborban, és nagyon sok felsőbb éves diákunk gólyapásztorként segítették a kis 9-eseinket. Az első, hát ugye ez a most fő program, ez az Erasmus Plus program keretében, hiszen azért nem lesz egyszerű dolog 9 oktatót pótolni, a 30 diákot azt még könnyebb, hiszen ők egyébként mind a 35. évesek. Tehát ők kimaradtak, akkor még lett volna, amikor ők jártak ide, 2 hetes intenzív nyelvtanfolyam külföldön. Ők a Covid miatt nem jártak 1,5 évig iskolába, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy nekik azért ez meg is érdemlik az 5 éves tanulmányaik alapján, úgyhogy ők mind a 3 képzésből mennek a diákok.
Aztán ami közben nagyon fontos programunk lesz, ez a Magyar Diák Sportnapja. Ennek a dátuma nálunk szeptember 29-e, és ezen a programon szeretnénk mi hát kicsit megmutatni, hogy igen, milyen is az új tornatermünk, milyen az új sportpályánk, és hát hogyan is sikerült erre azért a diákoknak egy kicsit felkészülni. Tervezünk gólyabált a 9. évfolyamosok számára. Részt szeretnénk venni még az ősz folyamán, a hulladékcsökkentési héten szeretnénk papírgyűjtésben részt venni, hogy egy kicsit próbáljuk meg a anyagiakat valamilyen módon a diák önkormányzat számára előteremteni. Ami nagyon fontos lesz, az lesz a szakmák délelőttje, november 10-én, amikor egész délelőtt várjuk az általános iskolásokat, szülőket, oktatókat, osztályfőnököket, és egy kicsit megmutassuk, és így élőbe belekóstolhatnak, hogy milyen is az igazi hunyadi élet, és milyen nálunk az oktatás. Összességében a Hunyadi ismét a reneszánszát éli, közel 500 diák van az intézményben. Volt valaha ekkora létszám ebben az intézményben, középiskolában? Hát, ugye én azért 2003 óta vagyok az intézmény élén, hát ennyi így nappali tagozaton nem. Tehát sikerként könyvben lehetjük. Igen, én azt gondolom, hogy hiszen folyamatosak a beiskolázásaink, ahányan jelentkeztek hozzánk akármelyik képzésünkre, mindegyikből akár két osztályt is tudtunk volna indítani, de így azt gondolom, hogy van válogatási lehetőségünk, és azért ez a szakmai képzés tekintetében nagyon fontos. Tehát jó a szakmák kiválasztása, illetve a végcél, hogy a gyerekek, ha elvégzik, akkor tudjanak maguknak munkát, boldogulást találni. Így van. Ugye a tizedikeseknek választaniuk kellett a tanév végén, hogy melyik szakma irányban mennek tovább. Hát az ügyviteleseknél ott nagyon sok választás nem volt, mert nekik ugye a vállalkozási ügyviteli ügyintéző a választható szakma. A rendvédelmiseknél volt az a lehetőség, hogy közigazgatási ügyintézőnek vagy rendészeti technikusnak szeretnének tovább tanulni, és hát a rendészeti technikust választották. Igazából a 11-12. évfolyamon sok különbség a két képzés tekintetében nincsen, hiszen ugyanúgy az önvédelem, a speciális testnevelés, lövészet, gépírás, ami nekik elég magas óraszámban történik, és igazából 13. évfolyam maga a technikusi évfolyam, ahol már tényleg szétválik egészen a két képzés. Hát ami nekünk is most elég jó odafigyelést igényel tőlünk is, ez a duális képzésnek valamilyen formában a megvalósítása. Ugye technikumként lévén nem tudunk folyamatosan gyakorlati helyet, duális képzőhelyet a diákoknak. Azt szeretnénk elérni, hogy a tanév végén akár 4 hetes összefüggő gyakorlat keretében egy kicsit bele tudjanak kóstolni a kinti világba. Ez a rendvédelmiseknél egy kicsit nehezebb, hiszen azért rendvédelmi szervekhez nem olyan egyszerű, de talán a körmendi iskolával a meglévő jó kapcsolatunkat kihasználva ezt meg tudjuk oldani. És még egy dolog, a felnőtt képzés sikerül ebben a tanévben is megvalósítani? Tehát azoknak, akik mondjuk plusz szakmát szeretnének szerezni, azok itt akár a Hunyadiba is megtehetik. Így van. Mi nagyon készülünk rá és nagyon szeretnénk. A tavalyi évben két tanfolyami képzést tudtunk elindítani, tehát ezek azt jelentik, hogy pár hónapos tanfolyami képzéseink. Ezek a program követelményes képzések, nem az a kimondott szakmák, tehát ők tanúsítványt kapnak a képzés végén. Az egyik a vagyonőr, személy és vagyonőr képzésünk, a másik pedig a dajka képzés. Mind a kettő nagyon sikeres volt, a vagyonőröknek sikerült tavaly levizsgázniuk, nagyon ügyesek voltak, és már vannak jelentkezőink az idén induló új tanfolyamra. Ahogy betelik a létszám, tehát 12-15 fő, onnantól tudjuk indítani a csoportokat, és ez folyamatos. Tehát ebben az a jó, hogy nem tanévhez szól, hanem elkezdjük, vizsgaidőpontot választunk, és igazából ahhoz igazítjuk a képzést, hogy ahogy végeztek, utána azért rövid időn belül a vizsgát is le tudják tenni. Dajka képzés folytatódik? Igen, szeretnénk, és már vannak jelentkezési lapjaink, illetve van egy végzős érettségére felkészítő 2 évfolyamos képzésünkben az utolsó évfolyamos diákok. Hát nekik reméljük, hogy nem lesz, nekik különösen fontos, hogy ne legyen online oktatás jelenlétében, hogy sikeresen érettségizzenek. Akik itt vannak, ők komolyan is veszik, és igyekeznek minél több alkalommal jelen lenni. Köszönöm igazából. Én is köszönöm.